Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban folytatni fogom az Alien kalandot, és arra gondoltam, hogy egy picit átalakítanánk a házat, illetve nem csak én gondoltam rá, hanem ti is írtátok. És ugye megérkeztek ezek az új kiegészítős dolgok, amiket most ki is választottam ide, és ezeket nem néztem meg abban a videóban, ahol ezt mutattam be, szóval úgy gondoltam, hogy akkor most nézzük meg őket, majd akkor ki is írom szerintem a videó címébe, hogy ezeket fogjuk most megnézni. Úgyhogy itt meg lehet majd őket nézni, hogy mik is érkeztek. Az első, ami nagyon érdekes számomra, ez a halas kis asztalka. Mert ugye nekünk vannak halacskáink, és arra vagyok kíváncsi, hogy át lehet rakni innen, oda a halacskáinkat. Mert ugye ezek ilyen kis halacskák. Úgyhogy ezt szeretném kipróbálni, illetve lenne egy kis állatkánk is. Most már csak az a kérdés, hogy melyik legyen a mi kis állatkánk, és akkor ezeket a halakat áttelepítenénk oda, megengedi. Hát nem. Hát nem engedi meg az áttelepítést, szóval ez így nem működik. Szegény halacska. Na jó, majd gyere vissza akkor. Akkor mindegy. De akkor ezt eladom, most ez lesz a halas részlegünk. És venni fogunk egy kis állatkát. Csak még azt nem tudom, hogy melyik legyen az. Na most kivette nekünk itt a pakkokból. Melyik legyen a mi kis állatkánk? Ugye lehet hörcsög, vagy süni, vagy patkány, vagy ez a bobalus. És szerintem őt fogjuk választani, ugyanis ő egy kicsit érdekesebb, mint a többi, és mint tőletek megtudtam, ő egy az ilyen Pokémonhoz hasonló kis kártyák közül, amik a Sims-ben vannak, és ugye a gyerekek tudnak vele játszani. Úgyhogy legyen ő, és mindjárt adunk neki valami pöpec nevet. És akkor gyorsan meg is néznénk, hogy milyen kis dolgok jöttek be ebben a kiegészítővel. Ez egy valami székszerű kis puffocska. Egy új kanapé, és ez nekem nagyon tetszik, úgyhogy lehet, hogy ezt a kanapét ezt most megtartjuk e helyett. Igen. Egy kicsit közel lesz talán, mindegy. Az a baj, nincs túl sok pénzünk, de azért a lehetőségekhez képest megpróbáljuk. Illetve mik vannak még? Van egy könyves polcunk, vannak redőnyeink. Aha. Nem is rossz, nem is rossz. Egy ilyen kis játék. Aha, a gyerekeknek is, toddlereknek is. Ezzel valamit csinálni lehet. Ezzel mit lehet csinálni? Ez gyerekeknek van. Ugye szeretnék egy kis alien babát, úgyhogy majd csinálunk neki egy szobát, és akkor ezt ki is tudja majd próbálni. Most egyelőre ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert nincs hozzá gyerekünk. És vannak ugye új ágyacskák az állatkáknak. Van egy ilyen citás szék, asztal, ugye, amit megnéztünk már, ez íróasztal, ez pedig egy új macska alom, ugye, bár itt vannak az állatkák, itt lehet tartani játékokat, ez valami mérce, vagy mi ez? Igen, ez egy ilyen mérő, ez csak dísz, gondolom én. Nem lehet így odaállni és megmérni magadat. Aztán ugye van ez, amivel lehet ilyen csöveket létrehozni a falon, ezt szeretném megnézni. Van ilyen állatkás kép, egy cicatükör, egy szőnyeg, egy nagy cicás szőnyeg, egy új tálka, egy cicának való ilyen kis alvós hely. Mondjuk egy ilyet berakhatnánk, illetve van egy másik ilyen cicának való dolog, meg egy cicalámpa. Ezek vannak az új kiegészítőbe. Így, lerakjuk. És akkor esetleg kiper, ha úgy gondolja. Ja, és megszóltatok, hogy miért rózsaszín az egyik tál, hogy mind a kettő fiú. Igaz. Nem tudom, lehet, hogy úgy emlékeztem, hogy az egyiket lánynak állítottam be, de rosszul emlékeztem, és nektek van igazatok, mert ugyanis mind a kettő fiú.
úgyhogy teljesen felesleges rózsaszín etetőke. És legyen az, hogy ezeket átrakjuk ide előre. Itt elő fognak nekünk világítani. Ha egyáltalán világítanak, mert nem vagyok benne biztos, mert most este megnézzük, hogy világítanak-e. És ide rakunk még egy szobát, és ez lesz a rákcsáló szoba. Ide, így nézd. Habár lehetne kisállatszoba is igazából. És akkor mindenféle dolgot beraknánk ide a kisállatkáinknak. Tegyünk egy ilyen játékos ládát is. Abba bele tudjuk majd tenni a játékokat. Meg... Tegyük le az újfajta macska almot. Teszünk le két ágyból is. És akkor ez itt a cicás részleg, ez itt meg mondjuk a kutya részleg. De megkapja ezt ide. Mert még kapnak egy szőnyeget, egy olyan nagy szőnyeget, ami most jött be a kiegészítővel. Ezt a nagy szőnyeget megkapják még ide. Milyen színűek vannak még? Van ilyen sima. De ilyenkor máshogy néz ki? De érdekes. Ha! Van békás is. Na jó, egyelőre ennyi. És ugye azt mondtam, hogy most nem megyünk el dolgozni Annával csak akkor, hogyha már a következő szintre lépett, úgyhogy most próbáljuk meg kimaxolni azt, hogy minél gyorsabban lépjen a következő szintre, vagyis el kéne küldenünk majd egy fókuszt fürdőre, ami ezzel a fajta kádár sajnos nem lehetséges, úgyhogy ezt ki kell cserélnünk. Ezekkel még mindig semmit sem kell csinálni, a legjobb növények tényleg. De. Evolúciót lehet rajta végrehajtani. Mi a baj? De koszos lenne Franklin, nem? Vagy... Mert Franklin már így megöregedett. Szegény Franklinkém. Na, akkor veszünk még egy új kádat is. Muszáj vagyok a kádnál maradni. Annak van ilyen zseniális képesség, egy fókuszt állapotba tudja hozni a szimet. És citrus kéne nekem. Mondjuk még van 3 órája, amíg munkába kell mennie. Szülinapja van? Mikor? Ma van a szülinapja Annának! Tamás, te mit csinálsz? Jaj, összepakolja a labdákat, hát kész. Na jól van, gyerekek, akkor viszont... Legyen az, hogy... Hello, Sandy, cicus. Legyen az, hogy átöltöztök most mindketten a hivatalos, formális rucitokba. Ebbe, igen. És azt szeretném tőletek kérni, hogy gyertek ide, és meg lett szavazva, hogy titkos esküvőt szeretnétek. Amire szerintem ez a helyszín tökéletes lesz, úgyhogy gyertek szépen ide, gyerekek! Remélem, hallgatnak rám, mert sose lehet tudni, hogy mikor hallgatnak rám, és mikor nem. Tamás megérkezett. Anna inkább úgy döntött, hogy falathoz így. Gyere, Anna! Franklin viszont velünk jött, úgyhogy ő azért kíváncsi erre az esküvőre.
Anna, jössz? Na gyerekek. Hát lássuk. Aha, Brenka. Nem is tudom, az eljegyzés az már megvolt. Muska Treeb! Jafla Popgar! Lehet, hogy pont el kell majd menniük, mire eljutnánk odáig, hogy esküvő. Ó, most kéri meg a kezét. Sabao, Ganem, Mamfiasip. Oh, Yibs. Oh, Yibs. Will be. Oh! Lurfi, Baba. Gunapata. Na, hát a lány kérés az megvolt. És Anna elszalad dolgozni, úgyhogy akkor a mai részre, vagyis a mostani részre akkor csak ennyi van. Elmegy dolgozni szépen. Épp fókusz állapotban van, úgyhogy ez nagyon jó. Remélem, hogy tőleg így is marad. Meglátjuk még, hogy összejönni az az esküvő most. Jó, el is ment dolgozni. Érdekes, most meg se kérdezte, hogy vele megyek. Hát ő már eleve tudta, hogy nem akarok most vele menni. Tamásnál viszont a horgászkiet kéne fejleszteni, úgyhogy amíg Anna nincs itt, addig horgászunk vele egy kicsit. Ugye itt tudunk vele horgászni. Vannak nála halak, úgyhogy próbáljunk meg azzal horgászni talán. Hát ha... De most hova mész? Hát most aztán dühös lehetsz, hogy miért mész haza, amikor vissza kell menni. Én se értem, hogy miért mész akkor haza, hogyha visszajössz. Ezt állítottam be neki, mint formális ruha? De lehet, hogy be se állítottam neki? Már nem emlékszem, hogy hogy volt. Közben Franklin valamiért teljesen összemoskolta magát itt. Hát Franklin, mit csinálsz te? Kipernek mi baja van? Mi a baj, kicsi Kipper? Nincsen ennivalód? De van. Mit van a kaja? Ha éhes lennél esleg. Anna hazaért a munkából, nézzük, hogy mennyit haladt erőre. Azért haladt. Hát nem biztos, hogy a következő alkalommal meg lesz ez az előrelépés. Te Anna, te hol vagyunk jelenleg? Én nem tudom, te... Ez úgy nem a mi házunknak tűnik. Most már itt akarsz lakni, vagy mi? Nem elég jó a mi házunk? Hát egy nagyobb átalakítást kellett volna végezni, mert nem akar hazamenni. Ott van az egyik munkatársunk. Rigoberto. Na, Anna hazaért. Úgyhogy... Legyen az, hogy ma van a szülinapja, akkor megsüthetné a tortácskáját. Mondjuk egy csoki tortát. Addig őt pedig hazahívjuk, és megnézzük ezt a kis drágát, akinek ti fogtok nevet adni, úgyhogy a komment szekcióban várom a neveket. Aki a legtöbb like, az lesz a neve. És beszélgessen egy kicsit ezzel a... Baba, mi is ez? Milyen állatka ez? Mindjárt mondom. Bubalusz. És muszáj lesz beszélgetni vele, mert alacsony van a figyelemnál. Alacsony van a figyelem. Anna! Ma van a szülinapod, és tudom, hogy nem szép dolog, hogy téged kértelek meg arra, hogy sűsd meg a tortádat, de azért még nem kell lerakni a földre. Mi van, koszos vagy? Nem vagy koszos. Szerintem. Ja, hát igen, nem mostuk ki a ruhát. Oké. Okay. Várj, még nem úgy van az. Várjál egy kicsit. Nem, mert az lesz, hogy elfelejtettük a szülinapodat. Ne. Nem felejtjük el a szülinapodat, Anna. Tényleg akkor vajon mikor van a szülinapja... Tamásnak. Annának... Hova lett a torta? Gyerekek, a torta hova lett? Megpróbáltam kivenni a hűtőből, és... Tamás, nálad van a torta? Én fogtál egy kis állatot is?
Torta? Hova lett a torta? Most ez komoly, hogy eltűnt a torta? Még egyszer megnézem Annánál. Kidobom mindennek, ami nem kell most már. Annánál nincs a torta. A hűtőből eltűnt. Az asztalon sincs. Hova lett a torta? Hát ez csodás. Tamás megtanít, hogy sütsz egy másik tortát. A kis állatkánkkal pedig kéne egy kicsit játszani. Most megkérjük Annát arra, hogy játszom vele, és nagyon remélem, hogy nem fogja megharapni a nóziát. De igen, akkor kinevetjük. Na. Ha bár ez a kis kacsacsörű nem tűnik olyan harapos jószágnak. Vagy igen? Nem, ő nem olyan. Jól van. Aranyos kis. Még nem tudom, mi a neved van. De aranyos vagy. Majd hamarosan kiderül, hogy mi lesz az ő neve. A következő részre, amikor is ti fogjátok nekem megmondani. Mert én még nem tudom. És nem nagyon tudok ilyen jó neveket kitalálni, úgyhogy szerintem ti ebben sokkal jobbak vagytok. Na, Anna éhes, meg minden baja van, úgyhogy addig nézz egy kis tévét, jó? Ne, nem is tudom, hogy lehet így edzeni a tévével. Na, akkor Tamás, dobjuk erre rá a szülinapi gyertyákat. A másikra rá se engedte tenni a gyertyákat, azért tettem be a hűtőbe, mert olyankor hát, ha megengedi. Na, fújjuk el szépen ezt a gyertyát, Anna, hogyha most van a szülinapod, de azért még egyszer megnézem, biztos, ami biztos. Igen, neki most van a szülinapja, ahogy Tamásnak is, úgyhogy akkor mind a ketten el fogják fújni ezt a bizonyos tortácskát. Vagyis hát a gyertyákat a tortán. Jaj, mi ez? Milyen jó kedve van attól, hogy játszott ezzel a kis állatkával? Mi van, nem sikerült elfújni? Na másodszorra csak sikerült. Ez az Anna. Te is adj hozzá egy szülinapi gyertyát, mert neked is ma van a szülinapod. És te is fújd el szépen. Még csak felnőttek lettek, úgyhogy... Hát hamarosan azért az esküvőre kéne gyúrni. De most elküldöm őket még aludni. Mert kéne. Mind a kettőjüknek. Habár Tamás vehetne egy picit. Azt tedd meg, és utána még szépen aludni, jó? Az vagy Kippernek valami baja van. Remélem, hogy nem beteg. Nem, elvileg nem. Mert ő csak éhes. Ó, Kipper nagyon koszos. Anna, menj vissza szépen aludni? Nem tudom, miért kezd fel, ha még mindig álmos vagy. Nem, Franklin koszos. Franklint meg kéne fürdetni. Megnézzük, hogy van a kis állatkánk. Há, mi volt az? Mi? Csinál ez a kicsike? Felrobbant. Én nem tudom, hogy az éneket tud csinálni. Jobb lesz figyelni arra a picikére ottan. Hogy mit csinál? Még a végén kiderül, hogy valami hihetetlenül intelligens élőlényünk van. Na hát... Jobb lesz odafigyelni, hogy mit csinál. És hova lett? Na most ott fönt tekerek. Figyellek ám, figyellek! Elvileg most jól van. Mondjuk lehet, hogy ennivalót rakhatnánk oda neki. Na most van neki. Jól van, Anna, egyél. Mert úgy látom, hogy már megint felkeltél, pedig aludnod kéne. Én nem tudom, hogy miért kell fel. Ez most az újdonsága, hogy fel kell. A dézsában mosol? Amúgy igazad van, legalább nem gyulladt fel. Teljesen igazad van. Meg is értem. Kicsit simogassuk meg, lehet, hogy szeretet hiánya van. Most mit csinálsz vele, Anna? Föl le, pusztítsd már meg, vagy simogasd már meg azt a kis... Ja, igen, ő is öregszik. Kipper is idős cica lett. Nézzétek, hogy kiszőkült, kiőszült. Miért mondok ilyen butaságokat? Ő keltette fel Annát? Hát szóljunk már rá. Idős cica létére énekelt csinál.
Én most már megkérdezem, hogy mi a baj, hát... Csinálok én bele bármit, akkor is pirosban van. Éhes vagy, hát kipperkém, itt van a kaja. Gyere, drága. Ott a kaja. Na. Most mi van? Most miért nem jó? Nekem ne válogassák kipper. Ott van a kaja. Tessék megenni. De ne válogassál! Hát milyen dolog ez? Ilyet eddig nem csináltál. Csak a jutalomfalata jó? Hát tessék megenni. Ez milyen újdonság szokás tőled, kipper? Oda pislant a szőnyek közepére a macska. Nem jó az a kaja, vagy mi van? Anna, ne lépkedjél már bele, hanem mosd már föl. Hát ilyet se láttam még. Sims egyre újabb és újabb dolgokra képes. Figyellek ám téged! Figyellek ám, hogy mit csinálsz. Mit csinálsz? Hol mentél? Jaj, de cuki alszik. Oké. Aludni azt lehet. Na gyerekek. Csak óvatosan menjünk el itthonról, mert ezek az állatkák, ezek felrobbantják. Kipper, most mi baj van? Nem elég volt a szőnyegre oda pisrantani? Most még a kis dobozkát is használni kell. Na, fantasztikus. És ez vajon így magától eltünteti a dolgokat, vagy nekünk kell? Hát mondjuk akkor ez nem olyan jó, mint az automatikus. Mert ezt nekünk kell takarítani. Ti mit csináltok? Beszélgettek egymással, vagy mi? Mi történik itt? Jó, Anna elment aludni. Annának mikor kell elmenni a dolgozni? 2 óra múlva. Hát fantasztikus. El kell küldenem akkor egy olyan kis citrusfürdőre. Gratulál a szülni napunkhoz. Köszönjük szépen. Jó. Most pedig menj szépen és nézz egy kis tévét. Mert hamarosan menned kell dolgozni. Most egyedül. Beállítjuk neki, hogy keményen dolgozzon. Ez oké. Van még kajád? Elvileg van. Adjunk neki utalomfalat kell. Mi a baj? Waxwin. Zengula. Játsszál egy picit. Jibzi. Jaj, de cuki. Na Tamás, akkor irány horgászni, meg addig figyelek majd a kicsire. Nehogy felrobbantsék nekünk az egész házat. Most meg elment. Most mit csinálsz? Hova mész? Elment. Elutazom. Hagyott nekünk egy kis üzenetet. És mi van ráírva? Nem tudom elolvasni sajnos. Elmentem, majd jövök. Visszajött. Hosszú utazásra indult. Miféle utazásra mentél? Hm? Mondd már el nekem. Közben Tamás elérte a level 9-es horgászatot. Mert csak egy szint kéne neki. Tamás közben olyan álmos, hát úgyhogy hazahívom akkor aludni. Befejezheti most a horgászást. A képer úgy döntött, hogy közelebbről is megvizsgálja az új jöveményt. Anna hazaért és rettenetesen álmos, úgyhogy akkor őt is elküldöm aludni. Belelépett a kutyakakiba. Tamás most ébredt, elég rossz kedve van, mert nagyon éhes. Gyorsan ehetne valamit. Aztán még megtartanánk ezt az esküvőt. Annának mikor kell dolgozni? Menni 11 óra múlva. Mondjuk lehet, hogy tévénézés helyett inkább megsimogathatná a kutyát. Attól sokkal gyorsabban lesz jó kedve.
Sőt, a kis állatkánkat is megsimogatta. Még egyen, aztán elmegyünk erre a titkos esküvőre most már. Tamás már oda is hívom az esküvői helyszínre. Ó, most este van, lehet, hogy még jó. Hol volt ez a jó kis helyszínünk? Nem itt? Itt, ez az. Ez az. Mondjuk ez így nem tudom, nem feltétlenül titkos esküvő, de... Ja, csak az a baj, hogyha most így adom ki, akkor lehet, hogy pizsamában mennek férjhez, vagyis hogy házasodnak össze, az meg fura lenne. Úgyhogy szerintem akkor előbb hívjuk őket oda. Hívjuk előbb ide őket. Mind a kettő jön ide. És öltöztessük őket akkor megint át. És akkor összeházasodhatnának itt. Na, kikötői esküvő. Csak kettesbe. Vruna Boomimo. Ninja Fibna. Vena Arm. Lexa. Pelfin. Ubarig. Skiva Sluba. Flubber. Zabdono. Pape. Yabosa Broth. Yabahorn Luray Cloy. Loki. Unitherb Sabani, Smoky Wormuck. Oh. Oh, Zargala. Ó, feloldottunk valamit. Úgy házasodtak össze, hogy nem tudják egymáson, hogy éljenek. Ez vicces. Na jól van, gyerekek! Ennek a résznek viszont itt is lenne a vége. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!